két új szakkal gyarapodik a Sejj János Egyetem gazdaságtudományi karának kínálata, és a tanárképző karon is várható szeptembertől új tanulmányi program. A következő akadémiai évben indul a vidékfejlesztés, a kereskedelem és marketing szak, valamint a pedagógia és nevelés tudomány is. Régi gondolat volt a Sejj János Egyetemen, hogy nyissunk egy kissé a mezőgazdaság irányába is, és természetesen más magyarországi neves egyetemekkel működjünk együtt ebben. Így született meg a vidékfejlesztési programunknak a gondolata, amelyet a Szent István, Gödöllői Szent István Egyetemmel tudtunk a közös tanulmányi programban megvalósítani. A gazdaságtudományi szakon belül pedig a kereskedelem és marketing program, amiben szintén Magyarország egyik legpatinásabb egyetemével, a Corvinus Egyetemmel tudunk együttműködni a jövőben, és közös tanulmányi programot nyitni. Ezt a közös képzést ugye már úgy kell érteni, hogy a tanulmányoknak az első részét azt a Sejj János Egyetem gazdaságtudományi kara fogja bebiztosítani, a másikat pedig a partnerintézmény. A vidékfejlesztés az igazándiból erre a régióra, Szlovákiának a déli, korábban főként mezőgazdasággal foglalkozó régiói számára képezne olyan diplomás szakembereket, akik főként ennek a gazdasági hátterét tudnák biztosítani, úgyhogy közben rendelkeznek olyan agráriumot érintő szakismeretekkel is, amik szükségesek ahhoz, hogy ennek a területnek jól menedzselő szakemberei lehessenek. Az új szakok nappali tagozaton valósulnak meg 7,5 évben. A képzés tandíjmentes. Az érdeklődők jelentkezését mindkét intézményben regisztrálják. Mind a két program dupla diplomát kiadó képzésként fog megvalósulni, tehát a tanulmányokat sikeresen teljesítő hallgatók, az mind a két intézmény diplomáját megkapják, tehát mind a Sejj János Egyetem, mind pedig a Szent István Egyetem, illetve a Corvinus Egyetem diplomáját is megkapják. A Sejj János Egyetem tanárképző kara is új szakkal bővül. A neveléstudomány és pedagógia is alapképzésben, nappali tagozaton és tandíjmentesen várja jövendő hallgatóit. Az új szakokra június 30-áig lehet jelentkezni.